Sziasztok! Az előző videóban már megmutattam nektek, hogy mik azok a kórházi csomagok, illetve a csomagoknak mi a tartalma, amit mi, mamikkel, hogy magunknak összepakoljunk, bevigyünk a szülőszobába, illetve a kórházba, amit a szülés után bent töltünk napokra. Viszont nem mutattam meg nektek, hogy mik azok, amiket a babának kell, hogy csomagoljunk. Nos, ahogy látjátok, egy ilyen sima, egyszerű, szép kis pelenkázó táskába pakoltam bele a picinek a dolgait. Szerintem ez a legpraktikusabb, később is ezt fogjuk használni. Ez már a babakocsira is felcsíptethető, és igazából nem túl nagy méretű, viszont minden belefér és mindent elnyel. Úgyhogy meg is mutatom nektek, majd félig kinyitottam, hogy mi az, amit tartalmaz, mire van szüksége a kórházban a babának. Amit nem tartalmaz a csomag, de talán a legfontosabb, azok az higiéniai és babaápolási termékek és szerek, amiket a gyerekorvos akkor ír fel, mikor már megszületett a baba, illetve akkor érdemes kiváltani, úgyhogy amikor megszületik a baba, apuka vagy nagymama, akinek éppen ideje van, a kis receptekkel el tud sétálni egy patikába, ki tudja váltani, így tudtok hozzájutni majd a mindenféle fürdetési eszközhöz, illetve szerhez, a popsikrémhez, a köldök csonk ápolásához szükséges alkoholhoz, olajokhoz, stb. Úgyhogy ezeket nem tartalmazza még a kis szettünk, úgyhogy ezt nem tudom megmutatni, de miatt ne is aggódjatok, ne is vásároljatok előre mindenféle kencéket és mindenféle mesterséges dolgokat, mert nem lesz rá szükség, a gyógyszertári az, ami a legbiztosabb, és felírja nektek is majd a gyermekorvos. Nos, amit viszont meg tudtok vásárolni, és amire szükség lesz, már oda bent a kórházban is, az legalább egy nagy csomag nedves popsi törlő. Hát ez egy Jolly Joker termék, legyen szó bármilyen illatúról, kiszerelésűről, márkájúról, mindenki nyilván olyat választ, ami hozzá a legközelebb áll. Én azért szeretem ezt a műanyag tetejűt, mert ez nem fog kiszáradni, az biztos, kellően nedves, tehát jó a nedvességtartalma, ez szintén illatmentes, színmentes, mi ezt használjuk tulajdonképpen 3 éve, mióta a Benny megvan, és most már minden másra jó, úgyhogy a Benny nem pelenkás lassan 1 éve, úgyis még kezet törölni, akár néha arcot, hogyha szükséges, bár popsi törlő. Egy nagyon-nagyon okos találmány. Ugye a baba már az első nap pisil, kakil, úgyhogy elkezdődik a pelenkázásnak a folyamata, úgyhogy ez mindenképp legyen nálatok. Ha már pelenkázás, akkor ugye szükséges egy csomag újszülött pelenkát vásárolni. Hát így a második babánál szerintem elképesztően cuki a Benny utolsó ekkora méretű pelenkája után ezt a picit nézegetni, ez valami iszonyatosan aranyos, meg nem tudom, nekem nagyon megindító volt. Mi Pampers Premium-ket használunk, ez vált be a Benny-nél. Igazából azt mondják, hogy abszolút attól függ, hogy kinek melyik pelenka működik, válik be, melyikből nem fog kifolyni a pisi, később a kaki, hogy a gyerkőcnek milyen testfelépítése van. Nekem a Benny mindig vékony és hosszú gyerkőc volt, többfélét kipróbáltunk, ez volt az, amiből nem folyt ki neki egyáltalán soha semmi. Ezen van itt középen egy ilyen sárga csík, amit Benny szerintem volt már, hogy 1,5 éves, mikor felvilágosítottak a barátnőim, hogy arra való, hogy jelezze a pelenkának a benne lévő vizelettartalmát. Úgyhogy hasznos kis találmány, én nem tudtam, de egyébként szeretettel ajánljuk ezt a terméket is. Ha már evés-etetés, érdemes beszerezni 1-2-t, szerintem az elején szükségtelen sokkal többet, szakálkát, előkét, ezt már a baba kelengye összeállításánál is említettem nektek, nagyon sokféle van, különböző kispatentos, megkötős, mágneses, én a frottér előkéket részesítem előnybe, egy puhák, az egyszínűek nyilván legkönnyebben moshatóak, akár hogyha szükséges, akkor erős foltáltávolítóval, fehérítővel fehéríthetőek. Cumi kérdés, hát a mi kórházunkban, illetve ott, ahol mi szültünk, ott nagyon-nagyon nem ajánlották, ott meg is kértek, hogy legyek kedves elpakolni, és a gyereknek nem a szájába adni, nehogy megzavarjam ezzel a szoptatásnak, tehát szoptatás folyamatának tulajdonképpen az elsajátítását a gyerkőcnél. Hogyha mégis vásároltok, szeretnétek, tegyétek be biztonság kedvéért, ott lehet, nem muszáj nyilván odaadni, felhasználni, de nálatok van mégis. Íme az első ruhacsomag, igen, elég soknak tűnik, nem is kevés tulajdonképpen. Mi 3 napra készültünk, ugye alapvetően ez a kórházi protokoll, ennyi napot tölt bent az anyuka és a baba a szülés után, attól függően nyilván este szült, reggel szült, hogy érkezik
hogy jön ki ez a három nap. Nekem a Beni nagyon sokat vesztett annó a súlyából, több mint a 10%-át, úgyhogy minket bent tartottak még egy nappal tovább, úgyhogy 4 napig voltunk kórházban. Én ennek megfelelően most is már 4 napig kis ruhát pakoltam el, teljesen egyszerű ruhákat, vagy én azt javaslom, hogy érdemes, vagy rugdalózókat tenni, tényleg, amit az legelején már kezdő anyukaként is könnyen rá tudunk adni a gyerkőcre, vagy akár ezeket a kétrészeseket. Én amiket nagyon-nagyon szerettem, és nagyon beváltanom a Beninél, ezek az úgynevezett átlapolós body, ami elől itt a pocakjánál, mellkasánál a gyerkőcnek, ugye dupla vastagságban van, mert jobbról és balról is áthajtjátok, illetve ehhez, ami a legegyszerűbb, azokat a nadrágokat választani, aminek van lábfeje, lába, tehát nem kell külön zoknit adni a gyerkőcre, nem rúgja le magáról. Ezek ilyen kis szettek, igazából kényelmesek, puhák, és ebből választottunk 5 darabot, és raktam el, illetve hát a legizgalmasabb első ruha, ugye a hazajövős ruha, hogy hogyan fog hazajönni a baba, már ez is be van pakolva, úgyhogy nálunk ez egy pici, cuki kis melegítő, egy hosszú ujjú bodyval, nyilván időjárásnak, évszaknak megfelelően ősziek leszünk, úgyhogy van hozzá kis sapka, amit egyébként már a kórházban is érdemes ráadni, úgyhogy jó, hogyha beszereztek belőle előre már több darabot. Akár hogyha szeretnétek cipőt adni a babára, akkor nagyon cuki, nagyon édes kis cipőket tudtok vásárolni. Én ezt annó még a Bubunak vásároltam, de ő akkor a tappancsokkal született, hogy ezeket a bébi cipőket egy az egyben kinőtte, és soha nem tudtuk ráadni. Úgyhogy hát, ha most majd a tesója felhasználja. Van még nálunk kiskesztyű, ennek a párja is itt lapul valahol. Az elején ezt érdemes a babára rátenni, általában hosszú körmökkel születnek, sokszor már le van törve nekik, magukhoz nyúlnak, kapnak, kimarják magukat, ugye ezektől mintől védenek ezek a kiskesztyűk. És hát van nálunk még néhány zokni, ezek is pici méretű, jó kis puha zokni, nagyon kis aranyosak, hogyha nem is szeretnétek cipőt adni rájuk, akkor ez egy tökéletes találmány. Van egy kis alvókabala, egy kis welcome ajándék, üdvözlő ajándék a picinek, mi ezt vásároltuk neki, ilyen kis szürke, aranyos, alvó, nyuszi kendőt, oda tehetjük az arcához, szépen kimostuk természetesen a babaruhákkal együtt, baba mosószerrel, baba öblítővel előre, úgyhogy már így fogja megkapni, és hát az elengedhetetlen pelenkák, amiből én ebbe a táskába 2 tettem, de igazából elárulom, hogy még a saját bőröndömben is lapul 2, mert hogy soha nem elég belőle, a kis ágyba is ezt bele tudjuk tenni, hogyha már a kórházba jönnek hozzánk látogatók, érdemes rájuk is egyet tenni, tejteni sokkal higiénikusabb, sterilebb lesz a látogatás és az érintkezés a babával, hogyha így előre gondolkodtok. Azt hiszem, nagyjából ez az a csomag, ami így a picinek szól, és a picinek összeállítottunk, igen, más már nem is lapul a táskában, úgyhogy remélem tudtam segíteni, ezt a listát is megtaláljátok a blogomon, a www.dobuagi.hu oldalon le tudjátok tölteni, és tudtok belőle meríteni, hogy mi az, amit ti is kell, hogy magatokkal vigyetek, hogyha szülni indultok. Remélem segítettem, sziasztok!